közel 6 éve vagyok. Közel 6 éve van már szőlünk. A saját tulajdon megvettünk. Bátyámmal. Azt műveljük. Szóval 1000-ről körülbelül. És azt műveljük. Majd saját részre. Hogy nem aladásra. Közel 800-1000 hektoliter szokott lenni róla. Bor, bor. Meg közben a családok, a nagy rokonság, hogy kielégítsük őket. Cseresznyével, meggyel, szőlővel, őszi barackkal. A kertfárkészítés mesterség is ugye itt realizálódik. Hát nem több. Hát figyelj ide, a reggeli még ha nem is volt, mert általában a reggeli nincs már ebben a csóró helyzetben. Akkor is az a helyzet, hogy délig egy embernek ki kell bírni a éhen. Akaraterő hol? Már erre kell berendezkedni ebben a társadalmi helyzetben. Bizonyára meg a munka is számít, hogy most nem 5 percet kell dolgozni. Hát ennyi. Hogy húzamban le lehet dolgozni 8-ra hosszát is. Na jó van, de tényleg be kell állni tényleg a kormány mögé, ugye? Lesz, ez nyilván van. Mert hogy ők azt akarják, hogy csak munka, munka, pénz nélkül. Hát valahogy hozzá kell idomulni ehhez. Persze. Igaz, hogy ez egy új gondolkodás, de csak sikerül majd nekünk is sorbálni, vagy valami. Hát nem tudom, mondjuk azt kéne megnézni biológiailag, hogy egy ember meddig bírja úgy, hogy mondjuk éhezik folyamatosan minden nap. Mert hogyha kibírjuk még 2 évet, mert 2004-ben, ugye akkor ígért a 2004-re, hogy 1 millió munkahely, hát hogyha ezt addig kibírjuk, akkor vállaljuk. Akkor vállaljuk. Igen. Milyen jó lenne ez a kaja, ha bővebb lenne benne a hús. Hús hiányzik belőle. Külön jó, de a hús az hozni. Van két nyakam. Rég látom. Drága a hús.